Köszöntöm Önöket, ez a Miskolci Napló, a Miskolc Televízió közéleti magazinja. Újabb szigorítások a koronavírus járvány miatt, több mint 270 milliós kormányzati támogatás a városnak, valamint nagyobb szerep juthat Miskolcnak a térségi gazdaság fejlesztésében. A többi közt ezekről a témákról is kérdeztük Veres Pál polgármestert. Valamint egy hét és kezdődik a város történetének egyik legnagyobb, legrégebben húzódó és egyben legvitatottabb közlekedési beruházása, az Y-híd építése. Hogy mi várható a következő hónapokban a közlekedésben? Hamarosan kiderül. Ez tehát mai kínálatunk, tartsanak velünk! Látogatási és kijárási tilalom az idős otthonokban, kötelező lázmérés az ügyfélszolgálatokon és maszkviselés a közösségi közlekedés járművein. Csak néhány azok közül az újabb szigorítások közül, amelyeket az önkormányzat a koronavírus járvány terjedésének megakadályozására vezetett be. A kormány a vírus okozta gazdasági károk miatt is több mint 270 millió forint visszanemtérítendő támogatással segítette Miskolcot. Továbbá a városban alakítják ki az Észak-Kelet-Magyarországi Gazdaságfejlesztési Zóna koordinációs irodáját, amelytől a térség gazdaságának erősödését várják. A többi közt ezekről a témákról is kérdeztük Miskolc polgármesterét. A napokban drasztikusan emelkedett az országban a koronavírussal fertőzöttek száma. Az új megbetegedések az országban rekordokat döntöttek, és van, hogy a fél ezret is meghaladják. Ezért a kormány és az önkormányzatok újra egyre szigorúbb intézkedéseket hoznak a lakosság védelmében. Jól látható az, hogy a járványhelyzetben leginkább a nagyobb települések sújtottak, hiszen itt van lehetőség arra, hogy több kontakt jöjjön létre az emberek között, több csoportosulás lehetséges, többen közlekednek a tömegközlekedésben. Éppen ezért a megyei városok közül az elsők között hoztuk meg azokat az intézkedéseket már a múlt héten, amelyekkel visszahoztuk a védekezés alapvető elvárásait és feladatait. Így a maszkviselést mindenféle közösségi rendezvényen, a tömegközlekedésen szigorúban fogjuk ellenőrizni a maszkviselését. Kértük a piaci üzemeltetőit, illetve a saját kezelésben lévő piacokon pedig elrendeltük a maszkviselését. Szeretnénk azt elérni, hogy a vírus itt a városban ne terjedjen, és lehetőség szerint kordába tudjuk majd tartani. Jól látszik, hogy emelkedik most már a fertőzöttek száma, és nem csak behurcolt, hanem itt másodlagosan szerzett fertőzöttek is vannak. Jól látszik az is, hogy a fiatal korosztály körében van most ez jelen. Mi szeretnénk megvédeni azokat a korosztályokat és azokat a csoportokat, akik leginkább veszélyeztetettek a vírus hatásainak. Így elrendeltük azt, hogy az idős otthonokban látogatási tilalom van, illetve szeretnénk a szociális ellátásban is, vagy hát meg is hoztuk az intézkedést, hogy a szociális ellátásban is kiemelkedő módon figyelünk az érintettekre. A múlt hét során ismét összehívtam az operatív törzset, a városi operatív törzset, ott egyeztettük a feladatokat. Amennyiben szükséges, és amint kormányzati intézkedések lennének, úgy ismét összeülünk, és meghozzuk azokat a további intézkedéseket, amelyek szükségesek. Én nagyon bízom abban, hogy a fegyelmezett magatartásra, és erre kérem Miskolc polgárait, hogy figyeljenek a fegyelmezett magatartásra, vigyázzanak magukra és egymásra, sikerül megállítani azt, hogy itt a vírus nagyon elterjedjen a városban, és nagy tömegek betegedjenek meg. Én nagyon reménykedem abban, hogy az oktatást fent tudja tartani a kormányzat hagyományos formában, hiszen ez rendkívül fontos, és meg tudjuk védeni azokat az intézményeinket és azokat a csoportokat, akik leginkább veszélyeztetettek. A koronavírus járvány gazdasági hatásai miatt Miskolc 41 milliárdos költségvetésében egy 7 milliárd forintos lyuk keletkezett, vagyis összességében ennyivel csökkentek a város bevételei, és nőttek a kiadásai a járvány miatt. A vírus első hullámában igyekeztünk az intézményeinkben olyan feltételeket biztosítani, amelyek maszkban, fertőtlenítőszerben elegendőek a következő hullám elleni védekezésben is. Ezt felismertük az elmúlt héten, ahol szükséges volt, pótoltuk, illetve most hát szerencsére már olcsóban lehet hozzájutni ezekhez az anyagokhoz, mint ezelőtt egy fél évvel, úgyhogy ahol szükséges, a készleteket feltöltjük. Én azt gondolom, hogy olyan mértékű városi segítségre már nem lesz szükség, amire szükség volt még az első hullámnál, maszkok szolgáltatása, fertőtlenítőszerek, nagyobb mennyiségű kiszállítása, hanem a készletekből, ha lehetséges, akkor
kisebb terheléssel tudjuk majd megoldani az elkövetkező időszakban a védekezést. Amitől jobban félünk, hogy a gazdaságra milyen hatással lesz ez, hiszen itt a város bevételei csökkennek azáltal, hogyha itt a gazdaság, ne adj Isten, megint csökkentett üzemmódra kapcsol, illetve hogyha a rendezvények, az intézményeink nyitvatartása, a múzeumok, a közgyűjtemények nyitvatartása és egyáltalán a rendezvények megtartására nem lesz lehetőség. Úgyhogy abban reménykedünk, hogy az a mértékű megszorítás, ami az első hullámnál volt, nem lesz szükséges, és valóban egy fegyelmezett, összehangolt védekezéssel meg tudjuk akadályozni azt, hogy a vírus itt nagy mennyiségben, nagy beteg létszámmal kiterjedjen. A turizmus és a vendéglátás a vírus helyzet miatt idén komoly veszteséget szenvedett. A kormány által ingyenessé tett parkolás is nagy anyagi kiesést jelentett az önkormányzatnak. Az önhibájukból nehéz helyzetbe került települések megsegítésére a belügyminisztérium külön pénzügyi alapot kezel. Miskolcra 270 millió forint vissza nem térítendő támogatás érkezett. Nagy köszönettel vettük azt, hogy a kormány közel 300 millió forint nagyságú támogatást nyújt a városnak, amely régen az úgynevezett önhiki nevet viselte, most más néven fut ez a támogatás, de ennek a lényege az, hogy abból a nem önhibákból adódó bevételkiesések, illetve többletterhek valamiféle kompenzációja kormányzati segítséggel megvalósulhat. Ez nagyon nagy segítség valóban most ebben a nehéz gazdasági helyzetben, hiszen tudjuk azt, hogy a járvány következtében és az ebből eredendő bevételkiesések, illetve elvonások nagyjából egy közel 7 milliárd forinttal sújtják a város költségvetését. Nyilván ezt ki kell gazdálkodnunk, és ebben minden forint számít, és külön köszönet a kormánynak, hogy ebben segítséget nyújtott számunkra. Próbáljuk ezeket a forrásokat azokra a területekre csoportosítani, ahol a legnagyobb a hiány és a legnagyobb szükség van arra, hogy ezekkel a pénzekkel jól gazdálkodjuk. A támogatást étkeztetéssel kapcsolatos elmaradások rendezésére és közüzemi díjtartozások kiegyenlítésére használja majd fel az önkormányzat. Ezt a forrást a város igényelte, és a város igényének felülvizsgálata következtében kaptuk meg ezt a támogatást. Ettől nagyobb összeget kértünk, közel 600 millió forintot, ebből a kormány jogosnak ezt a közel 300 millió forintot ítélte meg. Ez egyrészt a rezsi költségek, étkeztetés költségeinek kifizetésére, illetve elmaradt beszállítói kifizetések rendezésére fordítható. Nagy örömünkre szolgál, hogy az elmúlt 6 évben ehhez képest csak 1 évben volt magasabb ez a támogatási összeg, úgyhogy ez egy kiemelkedő támogatás, úgyhogy még egyszer köszönjük a kormánynak ezt a megítélt támogatást. A kormány kreatív régió határtalan fejlődés programjában Debrecen, Miskolc, Nyíregyháza, Szolnok és a régió megyei együttműködve tervezik meg a saját és térségük következő 10 éves fejlesztéseit. A program célja, hogy a 4 megye és a határon túli magyar lakta területek egységes gazdaságövezetté fejlődjenek a következő években. A kreatív régió Észak-Kelet Magyarországnak, illetve 4 megyének, 4 megyejogú városnak, én azt gondolom, hogy az elkövetkező 10 évére egy igazi kitörési lehetőség. Debrecen, Nyíregyháza, Szolnok, Miskolc, illetve a 4 megye az, amelyik ezt a régiót alkotja. A kreatív régió feladatai közé tartozott, hogy kijelöljük azokat a fő haladási irányokat és azokat a célkitűzéseket, amelyeket az elkövetkező években megkívánunk közösen valósítani. Így nagyon fontos az együttműködés, a programok összehangolása, a projektek összehangolása. Ennek része a Miskolc 2030-as program, amellyel elkészültünk az első változatban, és azt az Innovációs és Technológiai Minisztériumnak átadtuk. Az első reakciók nagyon pozitívak, meg volt az első egyeztetés miniszterúrral is, és most a pontosításokon van a hangsúly. Nagy örömünkre Palkovics miniszterúr lesz ennek a régiónak, ennek a körzetnek a miniszterelnöki biztosa, a kormánybiztosa, és azt mondta nekünk, és most már kormányhatározatban is megjelent, hogy Miskolcon lesz ennek a koordinációs irodája. Itt miniszter úr gyakrabban fog megjelenni a városban. Az én tudomásom szerint itt a Miskolci Egyetemen alakítanak majd ki számára egy olyan irodát, ahol ennek a régiónak a munkáját, koordinációs tevékenységét tudja majd összefogni. Ebben a programban konkrét elképzelések valósulnak majd meg több területen is. Úgy készült maga a program, hogy egyrészt készül egy régióprogram,
ami a kreatív régió összfejlesztési projektjait foglalja majd magában a legfőbb célkitűzésekkel. Ebben van gazdaságfejlesztés, infrastruktúra, nemzetpolitikai fejlesztések, oktatás, humán jellegű fejlesztések, ugye ebben nyilván szociális rendszertől kezdve az oktatáson keresztül sok minden benne van, és ennek része lesz a 4 megyejogú város 2030-as programja is. Ebben már tudjuk, hogy Debrecen élen járt, hiszen ők meg is kapták azt az ígéretet a kormánytól, hogy 2030-ig több mint 600 milliárd forint összegben fejlesztési pénzeket kapnak majd. Reményeink szerint nagyságrendileg Miskolc is hasonló összegeket kap majd. Ahogy mondtam is, az első változata ennek a programnak megvan. Ennek az egyeztetése után természetesen az egyes projektek tartalommal és pontos tartalommal való megtöltésével társadalmasítást is igénybe fogunk venni, és természetesen meg fogjuk kérdezni a miskolciakit az adott projekt kapcsán, hogy milyen irányba haladjunk majd tovább. Azt gondolom, hogy arra büszkén támaszkodhattunk azokra a programokra, amelyeket az előző városvezetés is elkészített, tehát itt a gazdaságfejlesztési stratégiákra, illetve a kormány gazdaságfejlesztési elképzeléseikre, és ezt töltöttük meg azokkal a speciális tartalmakkal, amelyek Miskolcra és a Miskolc közvetlen környezetére vonatkoznak. Indul az Y-híd és a tehermentesítő építése. Jövő hétfőtől jönnek a 2 éven át tartó korlátozások, lezárások és reggeli forgalmi dugók. Egyelőre csak kisebb fennakadásokra kell számítani. Tavasztól zárják majd le teljesen a vasúti átjárót. A Kisfaludi utca és a Tiszai pályaudvar irányába is lehet rajta közlekedni, de a megszokott útvonalakat már most el kell felejteni. A Martinkertváros és Szirma felül érkezőknek a Baross Gábor és a Bajcsi Zsilinszky utca felé érdemes majd kerülni. Jövő hétfőtől ugyanis lezárják a Vörösmarty utca 400 méteres szakaszát, amit csak a buszok és a célforgalom használhat majd. A teljes beruházás végét 2022 végére ígérik. Megszűnnek a reggeli és délutáni dugók, könnyebben elérhető majd a Tiszai pályaudvar, és egyszerűbb lesz megközelíteni az ipari parkot is. Az óriás és komplex beruházás a miskolci közlekedés egészére kihat majd. Ezt ígéri a 2022 végére megvalósuló fejlesztés, aminek előkészítő munkálatai már tavasszal megkezdődtek. A zsúfolt szakasz tehermentesítéséről már évtizedekkel ezelőtt is készültek tervek, de a megvalósítás szakaszába egyik sem lépett. 2012-ben hangzottak el először konkrétumok és számok a tervezett háromágú Y-híd és a tehermentesítő megépítéséről. Végül 2014-ben született megállapodás a város közlekedését és arculatát alapvetően átformáló fejlesztésről. 2015-ben pedig már maga a miniszterelnök vázolta a Miskolccal kapcsolatos közlekedési terveket, az úgynevezett intermodális csomópont megépítését a Tiszai pályaudvaron, és azt megelőzően az Y-híd felépülését. Markoló bontja az egyik ház falát a MÁV telepen. A felvételek 2015 júniusában készültek, akkor kezdődött a tereprendezés a tervezett beruházás helyszínén, ahol több lakóházat is lebontottak a terület kisajátítása után az új közlekedési csomópont és az Y-híd építése miatt. A beruházás közlekedési és gazdasági szempontból is nélkülözhetetlen, hangsúlyozták Miskolc akkori városvezetői. Ünnepélyes alapkőletétel 4 évvel azután, hogy az előző felvételek készültek. 2019. október 11-én a Sorompó és a Váltó utcai kereszteződésnél rakták le a Miskolci tehermentesítő út első ütemének és az Y-hídnak az alapkövét. 1 évvel ezelőtt jelentette be a magyar kormány, hogy 11,6 milliárd forintot biztosít a Martinkertváros felé vezető Y-híd és kapcsolódó infrastruktúra megépítésére. A város akkori jegyzője arról beszélt, minden akadály elhárult azelől, hogy a híd a kormányhatározatban foglalt határidőre elkészüljön, és megszűnjenek azok az áldatlan állapotok, amelyek eddig jellemzőek voltak. Alakszai Zoltán mérföldkőnek nevezte a beruházást. Hozzátette, hogy 30 éves adósságát törleszti a város a Martinkertvárosban és a Szirmán élőknek. Megszűnnek a reggeli és a délutáni dugók, egyszerűbben lesz elérhető a Tiszai pályaudvar, és könnyen megközelíthetővé válik majd az új 1000 hektáros ipari park, amelynek kialakításán már gőzerővel dolgozunk.
2020. áprilisában vonultak fel a munkagépek. A próbacölöpözési munkálatokkal indult a több mint két éven át tartó beruházás. Látványtervek nem készültek, így egyelőre egy térképen tudjuk megmutatni a tervezett változásokat. Az új közlekedési folyosó a 3-as főút Király utcai szakaszát köti majd be a pályaudvar térségébe, elkerülve és tehermentesítve a nagyforgalmú búzateret. Ennek érdekében a Király utcából jobbra kiágazó Vörösmarty utcát 4-sávosra bővítik. Ez vezet majd fel az Y-hídra, aminek egyik ága a Martinkertváros felé halad tovább, a másik pedig tovább egyenesen a tiszai pályaudvar felé. A 3-as és a kibővülő Vörösmarty utca találkozásánál úgynevezett turbókörforgalom épül, és átépítik a Soltész Nagy Kálmán és a Vörösmarty utca kereszteződésében lévő jelzőlámpás csomópontot is. A tiszai pályaudvarnál pedig egy 100 férőhelyes parkolót alakítanak ki. Szeptember 13-án indul tehát az első ütem. Megkezdődik a Vörösmarty utcai felüljáró bontása, és párhuzamosan tovább folytatódik a közművek kiváltása is. Forgalomterelésekre, korlátozásokra és emiatt dugókra már a következő hónapokban is számítani kell, de egyelőre csak ideiglenesen. Amikor egy olyan beruházást végzünk, amit forgalom fenntartása mellett kell építenünk, tehát nem az van, hogy teljesen új nyomvonalat készítünk, hanem például egy városnak a belsejében avatkozunk be, akkor az mindig azzal jár, hogy lesznek forgalmi fennakadások. Előre nem tudjuk megmondani, hogy hol lesznek azok a gócpontok, ahol esetleg tartósabb dugó is kialakulhat. Ezért javasoltunk kétféle útvonalat is, hogy tudjanak választani a közlekedők. Meg kell várni a szeptember 13-a után az első, második napot, amikor beáll a forgalom, igazából kiderül az, hogy melyik útvonalat választják majd a közlekedők, és akkor igazából többet fogunk tudni erről mondani, hogy mekkora fennakadást okoz ez a városban. Reméljük, hogy nem fogja megbénítani az egész városnak a forgalmát. A munkálatok ideje alatt a Vörösmarty utcát 400 méteres szakaszon a Kisfaludi és a Soltész Nagy Kálmán utca között zárják majd le. A munkaterületen csak a célforgalom haladhat keresztül. A közlekedők azonban továbbra is használhatják majd a Kisfaludi és a Faff-Ferenc utcákat mindkét irányban, és a buszok is ugyanezen az útvonalon közlekednek majd. A vasúti átjárót és a teljes szakaszt tavasszal zárják le, akkor indul a második ütem. Márciusban kezdődik a Kisfaludi utcai szakasz bontása, az új hídrész szerkezetépítése, valamint elkészülnek a támfalak, illetve a Faff-Ferenc utcai parkoló is. Ebben az ütemben épül majd meg a Király és a Vörösmarty utca csomópontjába tervezett úgynevezett turbókörforgalom is. A munkálatok a tervek szerint másfél éven keresztül tartanak. Sok a megválaszolatlan kérdés és hiányos a tájékoztatás, képviselők, városlakók és különböző civil szervezetek egyre többen adtak hangot aggodalmuknak az elmúlt hetekben a beruházással kapcsolatban. A Kerékpáros Miskolc Egyesület szerint az Y-híd és környékének tervei szembe mennek a világtrendekkel. Nem készül például kerékpársáv, holott anélkül ma már sehol nem építenek városi utakat. A környék lakói pedig a közlekedési káosztól tartanak. A képviselők szerint több és részletesebb tájékoztatást várnának a beruházó NIV ZRT-től. Ja, nagyon sok félreértés volt abból, hogy fizikailag itt munkavégzés mikor történik és mi mikor indul. Pár napja emiatt lakossági egyeztetésre hívta Miskolc önkormányzata a képviselőket és civil szervezeteket. Az egyeztetésen a beruházó NIV ZRT és a kivitelező képviselői ígéretet tettek arra, hogy a munkák megkezdése előtt személyesen is egyeztetnek majd a környéken élőkkel, és több helyszíni bejárást is szerveznek majd. Szeptember 13-án tehát indul az elmúlt évek legnagyobb miskolci közlekedési beruházása, ami jelentősen átrendezi majd a reggeli forgalom képét. A NIV ZRT első javaslata szerint a Martinkertváros és Szirma felől érkezőknek a Baross-Gábor, valamint a Bajcsy-Zsilinszky út felé érdemes majd kerülni. A megszokott rutin helyett tehát érdemes korábban és jó sok türelemmel felvértezve útnak indulni. Ennyi fért mára a Miskolci Naplóba, riportjainkat a minap.hu archívumában újra nézhetik. Ha a kérdésük vagy témajavaslatuk van a műsorral kapcsolatosan, leveleiket az info@mikon.hu e-mail címre várjuk. Új adással legközelebb egy hét múlva hétfőn jelentkezünk. Ha tehetik, tartsanak velünk akkor is. Viszontlátásra!